Sziasztok, Attila vagyok, hogy vagytok ezen a napon? Szóval ma fogok ugye indulni, nem sokára indulunk a repülőgéphez, most van olyan 10 óra 10 körül, mert ugye ott kell ilyen 2-1,5 órával előtte lenni a repülőtéren, amit nem értek, hiszen nem tudom miért kell ott lenni, hiszen csak a váromban fogok hűlni, szóval szerintem ez hülyeség, de ők tudják, mindegy, én nem panaszkodom, már nagyon várom ezt az egészet, de az a fura, hogy még mindig nem izgulok, szóval nem értem. Mindenki mondja, hogy már tökre izgulnom kell, meg ilyenek, én kicsi ilyen félelmet, vagy izgalmat se érzek, szóval nem tudom, egyik ismerősöm azt mondta, hogy én nem is vagyok ember akkor, szóval nem tudom, azért már várom ezt az egészet, és most fogunk indulni, és bolonyai van ebédre, amit már várok, mert szeretem, és... ja. És itt van Kitti is, aki 100-szor szépnek átszázza magát. Na most megérkeztünk ide a reptérre, itt láthatjátok is, és már nagyon izgulok az miatt, hogy találok kevétszővel, mindjárt bepisélek, és már nagyon kell pisilnem. Na most csekkoltam be itt a ellenőrző izénél, kicsit bonyolult volt, mert ilyen tárcára fel kellett raknom a cuccomat, meg külön a laptopot, és akkor ki kellett pakolnom a táskámnak az aljáról. Féltem, hogy valami rejtett vastartalom lesz a testemben, hogy valami fém és véletlenül be fogok csipogni, de szerencsére nem. És most keresem a Szonyát, ő az újságíró hölgy, aki majd velem jön Londonba, és baromi nagy ez az egész hely, ahol van ez a váró, elég durva, hogy ilyen nagy. Most keresem a Kosztát, amit én Costa Rica-nak hívom, azt a kávézót, mert ott lesz, és csak megtalálom, még konkrétan még van még egy szabad óránk, vagy mindjárt nézem. 12-18 éppen ingyenes VIP-re próbálok felcsatlakozni, de nem sok sikerrel. És szóval most inni fogok egy teát, nézzétek, egy csomó bolt van itt, egy csomó, valami nagy ez a hely, nem gondoltam volna kívülről, hogy ez ilyen nagy, és még van még egy szabad órán, aztán London. Na már itt vagyok, kicsi halkan leszek, már itt vagyok a repülőn, nem sokára indulom, kicsit késett a vonat, a repülő, olyan 15-20 percet, de már nem sokáig indulunk, nézzük meg ki az ablakon. Remélem láttátok is, és nem fog lehetni teljesen a kamera, pont szerencsés ablak mellett ülök, és nem sokára indulom. Kicsit izgulok, mert amikor legutóbb voltam repülőn, akkor teljesen itt bedugult a fülemre, mert most nem fog, de hoztam rákot. Szóval megjöttünk Londonba, leszálltunk már a repülőgépről is, csak azért rágozom a... Már nem félrenyeltem, és itt meghaltam, itt kerekel már Londonba, hogy megérkeztem, és most itt vagyunk a csomagkiadó izénél, de szerintem nem kellett a csomagunkra várni, így is fölvettük a gépre, és hát ez az út eléggé kalandos volt, el kell mondanom, úgyis már egy órával később indultunk valamivel, fogalmam sincs, hogy mi miatt, és kétszer kerintünk így a levegőben, mert valamiért várnunk kellett, de végre itt vagyunk, és már várom most, mi majd a tranzithoz. Na sziasztok, ez már a második nap Londonban. Az első után, amikor már jöttünk ilyen szellemben, nem tudtam nagyon videózni, jaj bocsi, kicsi fejtorkom, aztán még nincsen olyan hangom. És mert a tegnapi nap baromira rohanós volt, szerintem a most is olyan lesz, na konkrétan az volt, gyermekeim, hogy pont hétre értünk ide be a szállodába, hogy bejelentkezzünk, amikor hétkor volt egy találkozó, hogy így mindenki együtt megy kajálni, szóval Szonyával rohantunk fel. Sziasztok, ez ma a másik nap Londonban, tápi eléggé kapodós volt, most éppen reggelizek. Nem műzslézed, hanem eléggé finom. És amint mondtam, a tápi napunk eléggé kapodós volt, miután hétre érkeztünk ide a szállodába, Szonyával, és pont akkor volt ilyen találkozó, és ott kellett menni kajálni. A többiekkel együtt, szóval beestünk, ledobtuk a cuccainkat, és már indulhatunk is, körül sem tudtam nézni a szállodába, és kb. Ott voltunk a kajálásra 2,5 órában, baromi sokat. Én egy ilyen kis sültsőt most tettem, az jöttünk vissza a szállodába, de azt már nagyon fáradt voltam, ezzel volt kedvem videózni, és ma van a főnap, ma már több dolgot fogunk csinálni reggel, most éppen a reggelimet eszem, és nem sokan indulunk a Google-nek a szállás, vagy a Google-nek a fő hadiszállására, így mondják ezt, és majd aztán miután azt levideózom, azt amikor hazajöttünk, majd a szobámat is bemutatom nektek. Na sziasztok, hát hamarabb befejeztem a reggelit, szóval volt még egy kis időm ide fölni a szobában, fogalmostam. Jaj, eltorkom, majd beletem a torokgyógyszeremet, meg ilyesmi, szóval gondoltam, hogy megmutatom nektek a szobát. Nézzük is, ez itt egy tükör. Ó, de érdekes. Ez Itt egy lámpa. Ó, de érdekes. Na, most igazából, hogy van a szobám, nem valami nagy, de szám nagyon kis aranyos, hogy itt van egy ajtó, ahol bejössz, és ez mellett van egy ágy, ami most van a cuccaimmal baszkodva. Aztán itt van egy szekrény, amit még kicsit nyitottam, szóval lehet, hogy Narniába vezet. Szóval egy szekrény, hát nem vezet Narniába, ahogy nézem, sajnálatos módon. Szóval, hogy jövünk, így az ágy mellett egyben van egy ilyen íróasztal szerűség, oda vannak kipakolva a cuccaim, a bőröndöm, meg a laptopom. Szóval itt van egy ablak, hát nem valami jól kiáltásom, de azért megmutatom nektek, hogy sima utcára látok itt ki. Igazából nagyon kisre látok, mert ott valami építkezés van. Aztán itt van fönt a sarokban egy tévé, és egyből itt van a fürdőszoba, ami pedig hát egy fürdőszoba. Itt van a WC, itt van egy zuhanyzó kabin, azt, hogy itt eljössz. Itt van a törcsi, meg a tükör megint, meg a mosdókagyló izé. Aztán ekkorka a szoba, nem valami nagy, de szerintem aranyos. Aztán most már indulok is, mert megyünk most abba a Google-s izébe, a Google-nak a főhadiszállása, azt majd ott is kamerázok, és akkor ott találkozunk. Na, végre végeztem itt a Google-nél, felvettem már a szuperhősös videót is, végre elszabadultam, pedig azok orosz újságírók egyfolytában rólam akartak csinálni az újságjukba ilyen fotókat, és már annyi képet se tudtam, mert mellettettem a kamerát, hogy már azt hittem, hogy megőrülök, de végre elszabadultam, és most már szabad idő van, egészen holnap dél, nem tudom mikor fogunk indulni, mindegy, addig azt csak most már, amit akarok. Aztán gondolkozom, hogy lehetne még a Harry Potter-es boltba, ott a vasútállomáson, nem tudom, arra egyszer idő. Most esik az eső, de nem tudom, hát ott látjátok a padlón. És most egyedül kéne visszatám a szállodába először is, de nem tudom, ez menni fog el, de meglátjuk. Na nézzük is. Na most megvettem a utazókártyámat is, tehát kellett egy ilyen egész naposat venni, és most megyek a King Crossra, remélem oda fogok találni. Na sziasztok! Megérkeztem, itt a King Cross, megtaláltam, és egyszer se tévedtem, olyan rendesek voltak emberek, ketten is úgy útba igazítottak, hogy nem is kértem segítséget. De nagyon aranyosak voltak, és most keresünk meg a Harry Potter voltam, mert csak azt kell találni. Na hello srácok, mizu! Baromira fáradt vagyok. Hát ugye voltam már Harry Potteres boltban, azután pedig elmentünk a Szonyával kajálni, ilyen lazaszos saláta ízét tettem, ami nagyon finom volt, passza volt, és most újra itt vagyok a szobában, és most már sehova nem megyek. Aztán holnap reggel már 10-kor el fogunk indulni a reptérre, azelőtt hát már szerintem semmit nem fogok csinálni, maximum zsebkendőt veszek, hiszen még mindig kibaszottul náthás vagyok, és egyfolytában tisztelgök. Aztán most arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen cuccokat, apróság, nem vettem olyan nagy cuccokat, hanem apróságokat vettem, és hogy miket. Először is kezdjük azzal, hogy kaptam a Google, amikor voltunk most ide a Google-nél, YouTube Space-nél, adtak nekünk egy ajándékokat. Szóval először is kaptunk egy ilyen nem tudom, így látjátok, ilyen YouTube-os hátizsákot, vagy nem tudom mi, és akkor ebben vannak dolgok. Kaptunk ilyen zoknit. Zoknit, ez a kedvencem. Kaptunk ilyen, jaj, szétesett. Kaptunk ilyen, próbálom mutatni nektek, ilyen YouTube Space-es zoknit. Akkor kaptunk még két cuccot. Az egyik az ilyen YouTube-os füzet. Itt is van, ez elvégé faszán néz, nekem tetszik, egy ilyen YouTube-os jegyzetfüzetet kaptunk, aztán csak így lerohadva egy kézzel nehéz keresni, meg egy ilyen YouTube-os tollat, ami egybe egy toll, meg kiemelő, szóval ez is eléggé praktikus szerintem. Meg most bemutatom nektek még azt a pár apróságot, amíg ideig vettem, mert lemárul lett a kamerám. Vettem az egyik ilyen ajándékboltba, hát igazából egy családból mindenkinek vettem egy ilyen kulcstartót, meg a legjobb barátomnak is, akkor vettem egy ilyen fajta kulcstartót, mindenki majd választani fog, hogy amelyiket akarja, van egy ilyen kulcstartó, meg egy ilyen, izét vettem, ennek a neve? Matrica, hogy mi? Hülye vagyok, mágnest vettem, amin majd a hűtőre tudok rakni, mert hát ugye London, és hogyha Londonban vagyok, akkor kell London matrica, és akkor még egy kis barítom, itt is van a mindenféle kulcstartó, van egy ilyen londonos, autóbuszos, vagy mi ennek a neve? Vagy ez a londonos, hát ez a... Mi ennek a neve? Buszos. Ja, busz, jól mondom. Akkor van egy ilyen nes kulcstartó. Van egy ilyenes kulcstartó, ami ilyen villanypózna van, meg ez nem tudom micsoda, egy ilyen is, de azért ilyen is van rajta, meg ilyesmi. És ez pedig az utolsó, ez pedig egy ilyen. Szerintem aranyos mindegyik. És hát ugye voltam a Harry Potter boltban is, ott pedig, itt is van egy nagyon-nagyon királyfasza, 9 3/4. vágányos King Cross londonos zacskóval kaptuk a dolgokat. Akkor vettem a Kittinek egy ilyen Bogolyberti féle minden ízű drazsét, mert az biztosan tetszeni fog szerintem neki. És akkor magamnak még két dolgot vettem és először is megint egy kulcstartót, én 9 3/4. Vágány King Cross London, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és hát akkor, ha már ott voltam, nem hagyhatom ki, természetesen vettem egy varázspálcát magamnak, hiszen hát ezt már nem hagyhatom ki, és Dumbledore-nak a varázspálcát vettem meg, mert szerintem az a legjobb, mivel ugye hát az a legerősebb pálca, és itt is van, hogyha így kinyitom, így, és akkor jaj, fordítva van, hogy jól van belerakva, és itt a pálca, és akkor így mondom, hogy Avada kedavra! Csöng a telefonom. Na és hát ezeket vettem, és most pihenek, mert nagyon fáradt vagyok. Na sziasztok, már harmadik nap reggelén vagyunk, most fogunk nem sokára indulni, és még a transferhez, hát igazából már csak rám várnak lent, a többiek már ők lent vannak, de én még itt fennlogolok. Már reggeliztem meg minden, össze is pakoltam, mint hát láthatjátok, gyönyörűen van a szobámban a cucc, szóval vegyünk most ilyen érzéki búcsút a gyönyörű szobánktól. Hiányozni fogsz, főleg te tévé, amit be se kapcsoltam, egyszer se. Na menjünk le, mert a többiek elindulnak nélkül. Utálok nyilvánosan logolni. Na most itt vagyunk éppen a reptéren, ahogy már mondtam, nem sokára rá, ha minden igaz, már fölmeltünk a képen, most van 13:46, és ha minden igaz, majd most fogják majd kérni, hova kell mennünk, és már minden cuccot megvettem, amit kell. Még itt vettem pár cuccot bele a nagyszüleimnek ajándékon, mert mivel itt is vettem egy kibaszott medvét, mert tudom, hogy szereti a hűsöket. Teljesen nem gondoltam magam, már minden pénzzel elköltöttem, szóval még ilyen rejtőköltségek fogok felmerülni, akkor én Londonban ragadok, majd egy kukában fogok élni akkor a galambok mellett, de remélem most nem fog semmi se történni, és nem lesz olyan nagy késés, mint amikor jöttünk, és hát eléggé fáradt vagyok, ezért vittem egy ekkora nagy kávét, és szerintem most már hamarosan indulunk is.